hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele. Az új ember csak akkor válik élő valósággá, ha az óember megfeszítetik. Ez azonban nem a magam erejéből következik be. Miközben hiszek a Krisztusban, a Szentlélek munkája folytán vele egyé leszek. Bűnbánatomra Jézus szabaddá tesz. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Bűnbánatomra Jézus szabaddá tesz. Ez a szabadítás az óember halálát jelenti. Azonban amíg a testben élünk, óemberünk újra és újra feltámad. A bűnre való hajlamunk továbbra is bennünk marad. Az evangélium azt hirdeti, hogy az óember halálát követi az újember megszületése. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.